Jó hangulatban a nyár utolsó napján megmutatta a tudását a Miazán kifejének népes serege. Mindenki kipróbálta magát abban a sportban, ami hozzá legközelebb áll. Lehetett például sakkozni is annak, aki nem szereti a mozgást húzottan, de azért többségében bizony bevállalták a kötélhúzást, az íjászatot. Labdarúgás is hamarosan lesz, mögötte már a röplabdának a döntője zajlik. A pingpong döntőre is hamarosan sor kerül. Délőtt folyamán itt volt a párt elnöke, Toroszkai László, és ők a kötélhúzásban mutatták meg a tudásukat Kirityán Zsolta, aki a betyársereg vezetője, mert hogy nem csak a Mi az Ánkikői vettek ezen a sportnapon részt, vesznek részt, hanem itt voltak, még itt vannak a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom tagjai. Ezen kívül egy jó hangulatú bográcsozással töltjük a napot, és hát az esti buli része még hátra van, egyen-ketten itt alszanak sátorban, úgyhogy tulajdonképpen reggeli fog menni a mulatozás. Így töltöttük a nyárnak az utolsó napját, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy jövőre látogasson ki erre a rendezvényre. Ilyen nagyon zúzós nyarunk volt, azt hiszem, hogy fogalmazhatok így. Rögtön a Trianon felvonulással indítottuk a nyarat, ahol elképesztően sokan voltak tényleg. Sikerült nagyon jó felszólalókat is bezsebelnünk, ugyanis Toroszkai László és Kirityán Zsolt, valamint László Attila is jelen voltak, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas rendezvényt tudhatunk a hátunk mögött. Hát ami ilyen nagyobb rendezvényünk, az mindenképpen a két ifjúsági táborunk, pontosabban az egyik az még gyerektábor, hiszen 8 éves kortól 12-13 éves korig voltak gyerekek, a nagyobb táborban pedig 14 éves kor felett vártuk már az ifiket. Hát az egy-egy hetet foglalt le így a nyáron. Hát most is itt vagyunk a sportnapon, de emellett egyébként voltak ifjúságképző hétvégéink is, voltunk a BS-nek a családi napján is, ott főleg egyébként a farkasokkal, tehát hogy tényleg minden hétre jutott valami, úgyhogy én már most elég fáradtnak érzem magamat, hogy úgy őszinte legyek, de nagyon örülök, hogy itt lehetünk most is, amilyen sportágokba tudtunk, beneveztünk, úgyhogy hát én csak azt tudom mondani, és szerintem nagyon eredményes nyarat tudhatunk magunk mögött is. Visszaemlékezve ilyen egy napnak tűnik az egész, de egy ilyen nagyon zsúfolt, nagyon fárasztó napnak.